Sziasztok! Oi, eu sou Jalbert, sou do Brasil, estudo teologia e eu acredito em Deus porque ele tem se mostrado presente na minha vida. Meu nome é Cristiana e eu sou de Portugal. Eu acredito em Deus porque ele é o princípio e o fim, porque ele é o alfa e o ômega. クレーマ大地です。日本から来ました。 僕が神様を信じている理由は神様とつながっている時に幸せな気分になれるからです。 Mon nom Uriel Erinerina, je suis de l'île Maurice. Et je crois dans bon Dieu parce que avant tout, bon Dieu croit en moi. Jesus to me represents salvation, an example for how we should live our lives today. Minun nimi on Mario ja mä olen Estist. Mä usun Jumalassa sellepärast, että mä näen tema käteteko meidän ympäri ja että on ollut meillä armollinen ja että on meidän taivaissa, että se olitse meidän edessä. Mijn naam is Quentin Bedwich. Ek is al die pad van Suid-Afrika af. En die rede hoekom ek in God glo is omdat ons net na die natuur kan kyk. Elke aand as die sterre uitkom, sê dit in Psalm 19 dat sy handewerk word gesien in die natuur en in die wêreld oor. Reg rondom en dis hoekom ek gaan glo dat daar 'n God is. Julian de España. Yo amo a Dios porque Dios me amó primero. Hola, me llamo Alexandre, vengo de México. ¿Qué significa Dios para mí? Significa un padre, un amigo y alguien en el que puedo confiar. My name is Calonzo. I'm from the United States and as far as the reason why I believe in God, I'd have to say it's because I think that he is part, if not the meaning of life, or he gives meaning to life. Hej, jeg hedder René. Jeg er fra Danmark. Jeg tror på Gud, fordi at det er den bedste fortælling, der er i den her verden. Der er så meget godt, som jeg ser omkring mig, som gør, at jeg ikke kan tro på andet. Gud han fortæller sig om sig selv i Bibelen, og Jesus han er den største åbenbaring. Han er den usynlige, det usynlige Guds billede, og det gør, at jeg kan tro på Gud. Nazywam się Jakub Wiśniewski, jestem z Polski i Bóg dla mnie to jest taki przyjaciel, do którego zawsze można się zwrócić, kiedy w tych dobrych, w tych złych chwilach. Taki Bóg to taki przyjaciel, do którego zawsze możemy pójść po pomoc. Привет, меня зовут Алина, и я приехала из России. Я верю в Бога, потому что он помогает мне видеть чудеса на земле и помогает мне жить и преодолевать трудности. Hello, my name is Derek Simon and I'm from the United Kingdom. The reason that I believe in God is that I believe the Bible is intellectually coherent. That it makes sense from a logical perspective. But it's more than that. I've experienced God in my life in many different ways and at many different times. And there's amazing things that have happened to me that I can only attribute to God. So these are the reasons that I believe in God. Mein Name ist Saskia und ich komme aus Deutschland und der Grund, warum ich an Gott glaube, ist, weil mein Glaube mir Hoffnung gegeben hat, wenn alle Hoffnung verloren war und weil es mir Stärke gibt, wann immer ich es brauche. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis français et pourquoi je crois en Dieu, en fait, c'est je suis né adventiste, mes parents étaient adventistes et donc j'ai pas vraiment choisi au départ, mais après avec le temps, quand il a fallu prendre une décision, j'ai réalisé que Dieu a vraiment été avec moi tout au long de la route et c'est pour ça que je peux pas ne pas croire en Dieu en fait. Jeg heter Melissa og jeg er fra Norge. Og jeg tror på Gud fordi det er så mange beviser i naturen og alt er så komplisert lagd så det kan jeg tror ikke det bare kan ha oppstått tilfeldig. Salut, je m'appelle Xavier, je viens de la Martinique. Alors pourquoi je crois en Dieu? Parce que si je ne crois pas, je meurs. Et si je crois, je meurs quand même. Donc autant croire. Jeg ser Zavin Miriam i dolazim iz Srbije. Ja volim Boga zato što za mene je on realan. Njegovi blagoslovi i čuda su realni. I on živi u svakom ga od nas ako mu dopustimo.
Hallo, ich bin Daniel und ich komme aus Deutschland. Ja, und ich glaube an Gott, weil Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben ist und meine Sünden auf sich genommen hat und weil ich tagtäglich mit ihm Erfahrungen machen kann, die mein Leben stärken. Salut tout le monde, je m'appelle Anita Carmen, je suis Camerounaise vivant au Sénégal. Pourquoi je crois en Dieu? Parce que c'est la seule personne qui nous aime sans nous juger et la seule personne en qui on peut faire confiance. Hey Anita, mon nom est Sébastien Matula. Je vis en Suède, mais pour tillfället så studerar jag théologie här på Newbold College här i England. Och varför jag tror på Gud, ja det är en väldigt bra fråga och jag skulle kunna sammanfatta det i tre punkter. Genom att tro på Gud vet jag varifrån jag kommer ifrån. Det är Gud som har skapat mig, det är han. Han är vårt ursprung. Så. Nummer två är varför jag är här. Det är att i och med att Gud har skapat mig så har jag ett hopp i livet och han vill att jag ska upplyfta hans namn här. Och nummer tre, vart vi är på väg. Det vill säga, vi ska till himmelen för Jesus kommer snart. Och Gud har kallat oss för att förkunna att han kommer snart. Ich minden kit üdvözlök az ifjénak. Esiben az erő! Hát, hogy egy kicsit az internacionális síkon maradjunk, én szeretnék pár szóval beszámolni arról, hogy én mit éltem át most ott kint a tavaszszünetben. Németországban voltam egy missziós ifjúságin. Kicsit több nap volt, mint ez a siófoki, de ahogy olvastam ott kint a tapasztalatoknál, valaki írta, hogy jó lenne, hogyha ez egyre több napos lenne, úgyhogy estillel ez is akár egy opció a jövőre nézve. 5 napos volt az összejövetel, és közel 1800 fiatal vett rajta részt egész Németországból, és igazából, hát mivel én is kint voltam, azért mondhatni, hogy az egész világból, Ausztráliából is voltak meg, Amerikából is. Ahogy látjátok a képen, ez volt összejövetelnek a logója, és a mottója is. Hát gondolom mindenkinek feltűnik, hogy ez egy vészkijárat, és azt próbálta szimbolizálni, aki tud egy kicsit angolul, hogy a Szentlélek az, aki nekünk végül is a kiutat megadja ebből a világból, és a mottoja pedig az volt, hogy és vesztek erőt. És igazából az egész ifjúságinak a témája a Szentlélek hatása volt. Ez volt a helyszín, az előadásoknak a helyszíne, vagy az áhítatok helyszíne, egy nagy sportcsarnok, városi sportcsarnok, ami 1800 férőhelyes volt, úgyhogy be is töltöttük bőven. Hát a felépítés és a elpakolás az mind-mind 2-2 napot vett igénybe, úgyhogy rengeteg önkéntest igényelt az egész összejövetel. Itt látjátok a regisztrációt, ez is nagyon rendezetten kellett, hogy végbe menjen, ugye ennyi embernél azért már vigyázni kell, hogy ne legyen felfordulás, és a regisztrációkor kaptunk egy ilyen kártyát, ami rajta mindenkinek a neve, valamint kaptunk műsorfüzetet, hogy mit hol találunk az épületben, meg volt egy mottóénekünk, annak a kottája is benne volt, és kaptunk missziós anyagokat is, egy könyvet, meg újságokat is. Az első nap, amikor aki kicsit korábban érkezett, azzal elmentünk, itt látható egy idősek otthonában, az éneklés, aki nem látna, ott vagyok közében. És ezek az úgynevezett szociális projektek, szoktak szemetet szedni a városba, vagy idősek otthonába menni, énekelni. És számomra nagyon nagy áldás volt ott lenni, mert annyira hálásak voltak az idős emberek, hogy oda jönnek fiatalok, és nekik énekelnek, és a végén így alkottunk egy kört, és a németeknek van egy mi atyánk éneke, amit gyönyörű szerintem, és így együtt elénekeltük velük, és nagyon meghatódtak, és hát számomra ott volt egy elég érdekes tapasztalat, ugyanis beszélgettem egy 100 éves nénivel, és azt hiszem, hogy ilyen nem sűrűn fordul elő az ember életében, úgyhogy nagyon örültem neki, bár a néninek a harmadik kérdés az volt, hogy te is 100 éves vagy? Itt látjátok a képen az egyik előadónkat, a nőt. Ő a generálkonferenciának a prédikátorokért felelős
emberének a felesége, és a prédikátorért felelős Jerry Page, ő is ott volt. És számomra nagyon hitelesek voltak, ugyanis az egész 4 nap alatt szinte csak a saját életükről beszéltek, és valahogy szerintem úgy gondolom, hogy ez jelenti az igazi kereszténységet, amikor arról tudunk beszélni, amit mi átéltünk. Ő a férje, és hát jól felosztották, néha a feleség prédikált, néha pedig ő, gondolom, hogy ne fáradjanak annyira, mert rengeteg program volt egy nap, és workshopokat is tartottak, arról mindjárt később fog beszélni. Az egész konferenciát lehetett követni online is, és ők voltak az online közvetítésnek a bemondói. És akit érdekel, majd utólag meg tudom adni a honlap címét, mert rajta elég sok videó van, hanganyagok, képek. Az állítatok elején voltak ilyen kisebb jelenetek az advent történelemből. Ő nem Ellen White, de Ellen White is volt, már így kérdezték tőlem egyszer. És érdekes volt, hogy kicsit beleképzelni magunkat az ő helyükbe, így könnyebb volt átélni, hogy ők hogyan élhették meg ezeket az eseményeket. Ez a kép azért került bele a vetítésbe, mert egy nagyon fontos dolgot tanítottak meg ott nekünk, a közös imának a hatását, hogy ez mennyire fontos, hogy együtt tudjunk egymással imádkozni. És igazából ez egy úgymond speciális imádság, amiről mondjuk itthon is hallottam már, hogy így imádkoznak emberek, hogy nem mindenki elmondja a hosszú-hosszú imáját, és akkor így tart az imaóra mondjuk 2 órán keresztül, hanem lehet, hogy 1 órás, de akkor mindenki egy-egy mondatot mond, és akkor adnak időt ahhoz, hogy a másik is így elcsendesedjen, és nem pedig így komplett imákat mondanak, hanem egy-egy mondatot. Ahogy említettem, voltak workshopok. Ez azt jelentette, azt az elején elfelejtettem említeni, ami az egész konferenciának a mottója az, hogy, vagyis igazából célja, hogy a fiatalokat kiképezze, belelkesítse, és utána pedig kiküldje. Ez a 3 fő célja a konferenciának, és azt hiszem, hogy ez a workshop, ez a kiképzés rész volt, ugyanis elég változatos témák közül lehetett válogatni, volt egészséges életmód, ilyen praktikus módon, ott főzőcskésztek, lehetett Ellen White és kritikusai workshopon részt venni, vagy hogyan alakítsunk bibliaköröket, házi bibliaköröket, szóval tényleg nagyon gyakorlatias volt, és mondták is, hogy vigyünk jegyzetfüzetet, mindent így jegyzeteljünk, mert érdemes. A következő pár kép, az a konkrétan 2, a missziózásról szól, ami talán ma is lesz délután. Szombat délután kimentünk mi is a városba, és hát mivel 1800 fiatal volt, abból szerintem körülbelül 1000 ember ki is ment. Szóval ők eléggé ilyen lelkes típusok, vagyis úgy gondolom, hogy nekik hozzátartozik a keresztény életükhöz, hogy azt így továbbadják. És több lehetőség volt. Aki mondjuk nem volt annyira bevállalós, vagy annyira nem tud németül, ők elmehettek énekelni. Kiálltunk az utcára, és akkor ott énekeltünk az embereknek, ami rájöttem, hogy azért jó, nem azért, mert mi most fitoktatjuk, hogy mennyire jól tudunk énekelni, hanem azért, mert ha énekelünk, akkor az emberek megállnak, és aki megáll, az ember lehet beszélgetni. Úgyhogy volt pár ember, aki nem énekelt velünk, hanem így az emberekkel beszélgetett, akik megálltak. Voltak, akik házról házra jártak, kérdőíveket töltöttünk ki, ugyanúgy, mint itt Siófokon, és kaptak ajándékkönyveket is. Akkor volt egy flashmob, aki ismeri a műfajt, tudja, hogy ez elég modern dolog. A flashmob célja az volt, hogy hát szintén, hogy embereket szólítsunk meg ezáltal, és mindenki felvette egy imádkozó pozíciót járra, és voltak emberek, akik viszont ugye mozoghattak, és ők beszélgettek a járókelőkkel, hogy mi történik éppen. Minden évben ezen az IFIN nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy belelkesítsenek, ahogy mondtam. És a missziózás előtt, múlt évben is küldtem nektek egy videót, azt is erről az ifjúságiról küldtem, és most is odajött egy család, és elmesélték, hogy 1 évvel ezelőtt bekopogtattak hozzájuk fiatalok, és kérdőívet akartak ők kitöltetni,
És az ilyen harmadik kérdés után, amikor kiderült, hogy igen, ez itt Istenről lesz szó, akkor így, aki most épp beszél, ez a néni mondta, hogy teljesen, hogy Istenről lesz szó, ide jönnek hozzánk, az, hogy Istenről beszélgessünk, hogy erre vágytam, és így felhívta gyorsan a testvérét, aki szintén itt van a színpadon, és mondta, hogy jöjjön ide, mert hát itt most erre vártunk, akkor most ki kell használni a lehetőséget, és így kaptak könyvet, meghívták őket a gyülekezetbe, és azt hiszem, hogy azóta már meg is keresztelkedtek, de ebben nem vagyok biztos, az biztos, hogy gyülekezetben már járnak. És akit láttok itt jobb oldalt, ő pedig a helyi gyülekezetnek a vezetője, és ő is tartott pár igéhirdetést, és annyira jó volt látni, hogy ő azért tényleg helyben átéli, hogy milyen hatása van ennek az ifjúságinak, és gyarapodik a gyülekezet, és most egy új gyülekezetet kellett alapítani. Ez szombat este történt, egy felhívás volt, kapott mindenki egy ilyen lapot, amin öt szempont volt felsorolva. Az első az volt, hogy át szeretném adni az életemet Jézusnak, a második, hogy szeretnék megkeresztelkedni. Volt olyan, hogy szeretnék bibliaköröket alakítani otthon, vagy szeretnék egy évet Jézusnak szentelni, és az ötödik most nem jut eszembe, de be kellett x-elni, amelyiket úgy gondolom, hogy ezt a döntést ma meg szeretném hozni, és ki kellett vinni előre a színpadhoz. Nyilván, hogy benne van az emberben, félem, hogy biztos ez ilyen érzelmi ráhatása, sok ember úgy dönt, meg megy a tömeg, akkor megyek én is, de teljesen korrekt volt, és semmilyen zene, meg nem volt az hozzá, hogy na, most akkor sírjon mindenki, hanem úgy éreztem, hogy aki kiment, az azért ment ki, mert tényleg komolyan gondolja. És videóra lett véve, szóval, hogyha valaki így utólag így visszajátsz, akkor látja, hogy ő erre kiment, és ezt a döntést meghozta, és ez... Néha úgymond kellenek az ilyen formaságok, mint úgymond a keresztség, ami vehetjük formaságnak is, ha... és a végén így közösen elénekeltük a mi atyánkot. Vasárnap este volt egy keresztség, nem azok keresztelkedtek, akik szombaton amellett döntöttek, hanem akik egy évvel ezelőtt. És azért ilyen érdekes zöld pólóban, mert ez volt ott az egyen, kaptunk ilyen egyen pólót, és akkor ők abban keresztelkedtek kint a 5 fokban. És mi ott bent néztük a csarnokban kivetítőről, mert hát nyilván annyi ember nem fért volna ki. Rengeteg zenei szolgálat volt, az ifjúságin állandóan mindenhol énekeltek, mert egy iskolában voltunk elszállásolva, és biztos, hogy legalább 3 helyen énekeltek mindig, ugye gitárral, úgyhogy nagyon-nagyon jó hangulatú volt. Ők a szervezők, a baloldali férfi, ő a tartománynak az ifi vezetője, akinek átadja az ajándékot, ő pedig, amit már említettem, a helyi gyülekezetnek a vezetője, és a mellette levő nő, ő pedig szintén az egyik főszervező. És ez pedig a közös csoportképünk volt. Hála Isten, ráfért mindenki, és a mottót látjátok középen. Aztán ugye, mint említettem, 2 napot vett igénybe vagy másfél napot vett igénybe az összepakolás is, és mindenki ment haza. És ez pedig egy reklám, vagy inkább kecsináló jövőre, hogyha valaki esetleg el szeretne jönni, mivel ugye az előadók angolok, ezért, aki nem tud németül, az se essen kétségbe, adnak fülhallgatón, ott megy szinkronba, lehet választani több nyelvet is, szerintem magyar nem volt. És aki, nem tudom, ki ismeri Doug Bachelort, szerintem úgy, hogy a leggazdagabb barlanglakó úgy többet mond, ő is ott lesz jövőre, az egyik előadó lesz. Úgyhogy én mindenkit lelkesítenék, hogy jöjjön el, vagy azt, hogy estille csináljon több napos víziós ificsiófokon inkább. És ez is egy lehetőség, de nekünk azt hiszem itt van most helyünk és feladatunk. Úgyhogy... áldásos missziózást kívánok nektek én is. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és úgy láttam, eléggé izgalmas nap vár ránk, és jól kezdődött, színes nap, én is színesítem még a mai napot, és már láttunk, hogy különböző országról üdvözöltek bennünket, én majd délután pedig Lingalaul elmondom, hogy miért jöttem meg, hogyan. És Lingala nyelven. Szeretnénk a mai istentisztelete keretében nem a klasszikus istentiszteletként beszélni, hanem kicsit a
egy interaktív módon, egy icipici interaktív módon, de másképpen pedig egy tapasztalatok alapján is beszélni a misszióról. A mai előadásunknak, vagy Isten tiszteletünknek a címe az a misszió munkánk a felül és alulnézetből. Kicsit a körbe fogunk körüljárni, hogy mit jelent maga a misszió, honnan indíthatunk a misszió, mire kell figyelnünk, hogyan értelmezzük maga a missziót, hogyan értékeljük meg maga azt a missziót, a munkát, amit csinálunk. Tudjátok, hogy Afrikai Alapítvány munkásságát mindenki tudja, tehát erről nem szeretnék igazán beszélni, szinte mindenki tud, aki követ nyomon, vagy aki bennünket ismer régóta. Csak ebből a misszióból szerzett bizonyos tapasztalatokat is szeretnénk majd fűzni a mai gondolathoz. Olyan kérdéssel kezdnék, hogy miért tesszük a misszió munkát, miért csináljuk a missziót. Nálunk egyelőre csak egy árvaház van, 11 árva, és egy nagy iskola, tehát körülbelül 400 diák. De miért segítünk, miért ilyen missziós feladatot vállalunk? Mit gondoltok? Ha a világembertől megkérdezünk, miért kell ebben a világban segíteni, vagy tenni, mit válaszolna egy világi ember, aki nem keresztény? Kaptunk valamit, tovább akarunk adni, és Istentől kapunk rengeteg ajándékot, lelki, anyagi és minden, és ezt továbbra adunk. A mai világi emberek, vagy akik nem keresztény, ha megkérdezünk, miért kell segíteni, miért kell másoknak akár lelki, vagy a szeretett szolgálatban részt venni, akkor azt mondaná, hogy hát olyan probléma van a világban, érdemes segíteni. Az itt rengeteg alapítványok is vannak, szociális intézmények vannak. Úgyhogy, mert a világ helyzete, és mondjuk Afrikában is a nyomorúság, ami Afrikában van, ez indokolja, hogy tegyünk valamit. Akkor megkérdezem, akkor keresztény ember, mondom, hogy hívnak téged? Zsófi már kicsit válaszolt. A keresztény ember, mit tudunk meg hozzátenni? Miért kell nekünk, akár lelkileg, akár a szeretett szolgálat révén missziót végezni, mint keresztényként? Hallottunk már, hogy ilyen kaptunk valamit Istentől, is adni akarunk tovább, ez nagyon jó. Jeremiah? Nagyon jó. Erre lettünk elhivatva. Kaptunk elhívást. Nagyon néhány dolgokat fogunk felsorolni, tehát a Robi gondolatából kiindulva. Három ige hely, amit jobban ismerjük, mert ez egy Isten tisztelet. Ugye ismerjük a Jakab apostolnak a leveléből, hogy mi az a tiszta és szeplő nélkül Isten tisztelet. Tehát azt mondja, árvákat, özvegyöket látogatni a nyomorúságokban, és szeplő nélkül maradni a világtól. És ezen kívül ez egy üdvösségnek feltétele. Akár másokon segíteni, akár misszió munkát végezni. Máté evangéliumának a 25. fejezetében olvashatunk a juhak is és a kecskék példázatát, amikor Krisztus megkérdezi, hogy visszajön, és akkor jobb oldalon a juhok, és bal oldalon a kecskéket, és akkor azt mondja a juhoknak, hogy akkor gyertek az én atyámnak országában, és a csomó ember találkozták magukat ott, és nem úgy gondolták, nem érdemelték, és meg is kérdezte Krisztustól, hogy miért kerültünk mi itt, pedig mi nem is voltunk hívők, mi nem is hittünk benned, sőt, nem is találkoztunk veled soha. És a Krisztus az ő cselekedetük alapján azt mondja, amennyivel jó cselekedetet végeztetek, tettetek a legkisebb testvéreitekkel, az elmint velem cselekedetek.
fordítva pedig a kecskéknek körében találkoztak azok is maguk, akik úgy gondolták, hogy tulajdonképpen ők érdemeltek volna a mennyei országát, de Krisztus azt mondta, sajnos nem ismerek titeket, mert a cselekedeteik nem olyanok voltak. Meg pedig a szeretet cselekedeteit. És meg egy harmadik ígét, amit szó szerint talán idéznék, hát el vagyunk hívva, nem csak hívva, hanem el is el vagyunk küldve, vagy meg vagyunk küldve? El vagyunk küldve. Tehát kaptunk egy küldetést az Istentől, ez a misszió parancs, amit a minden kereszténynek a szól, hogy elmenvén azért tegyetek mindenki tanítványát, minden népet, megkeresztelvén őket az atyádnak, a fiúnak és a Szentlélek nevében, és tanítván őket mindazt, amit Krisztus megtanított és megparancsolt nekünk. Tehát ez a küldetés, ami mindenkiről szól, mindenki kapott egy feladat. Sőt, a világi emberek is kaptak feladatot, akik nem tértek meg, csak talán meg nem tudják róla, hogy van egy küldetésük és feladatuk, amit Istentől kaptak. De mi még inkább jobban tudnánk erről gondolkodni, a küldetésünkről. És a sokszor olyan komplex a küldetésünk, olyan sokoldalú, olyan sok minden belefér, hogy érdemes nagyon körülnézni, és a körültekinteni, és átgondolni, és időnként felülvizsgálni, hogy a küldetésünk miről szól, mi annak a célja, és miként tudunk ezt a küldetést is végezni. És amikor én is a régen, tehát amikor elindítottunk az alapítványunk, én úgy fogtam fel, hogy ez egy küldetés mind a mai napig, és rengeteg személyes kérdések merültek fel, gondolatok merültek fel maga a cél meghatározásában, az ember mit tegyen és hogyan tegyen. Milyen irányba indítson ez az egész küldetés? Érzük belülről sokszor, hogy igen, Isten elhív bennünket valami szolgálatra, de mégis nem minden dolog egyértelmű, amikor Isten elhív bennünket. Nem minden dolog tiszta, amikor Isten azt mondja, indulj. És időnként tényleg hagyatkoznunk kell Istenre, és kérdezni tőle, hogy mit akar velünk. Rengeteg vívódás volt bennem például, amikor az ember felteszi a kérdést, hogy akkor eljött Magyarországra, tanultam, befejeztem, az volt a kérdés, akkor itt kell maradnom-e? Itt kell elvégeznem a küldetés, amit Isten adott? Vagy vissza kell mennem, ha visszamegyek, akkor mivel kell kezdeni? Vagy ha itt maradok, akkor tényleg vajon azért itt maradtam? Persze itt is prédikálok, teszem a dolgaimat, de meg is az a kérdés, hogy az a küldetésem, hogy itt maradjak, vagy az a küldetésem, visszamenjek, és kamatoztassam azt a dolgokat, és továbbadjam azt, amit Istentől kaptam. Az ember pedig sokszor identitászavarban is van. Mindannyiunk is megtérünk, de sokszor, főleg a fiatalok néha megtért fiatalként, időnként találkozunk olyan közökben, amikor már is összezavarodunk, hogy mi keresztény vagyunk, vagy nem vagyunk keresztény. Kiviselhetjük azt a dolgot, vagy nem kifizetünk. Mi is a vagányságot vállalhatunk a világban, vagy maradjunk szerények, maradjunk, példakép maradjunk. És ez az identitás sokszor nem tudunk jó kezelni. Tehát befolyásolnak bennünket, valaki megérkezik egy adott helyen, már is elfelejti azokat az elveket, amiket megtanult, vagy nem azt követi. Tehát az identitászavar, az én esetemben talán más volt az identitászavarom, hogy vajon mit kell kiviselnem igazából. Az az európai kultúrát, amit tanultam, vagy az afrikai kultúrát. Az evangelizációban melyik kultúra előtérben kerüljön. Amikor Afrikában megyek, akkor mit kiviselem? Az igazi, tényleg a kerakartál átadott értékeket, azt is kéne ott alkalmazni Afrikában, vagy ott kicsit más a helyzet, és akkor
talán bizonyos dolog nem nagyon fér bele. Tehát az a zenei irányzat kéne ott kint Afrikában esetleg kiviselni, vagy azt talán már nekik ez idegen, hogy Bach, Mozart, vagy bármilyen más. Szóval ezek a kérdések merülnek fel. Gondolom, hogy itt voltak fiatalok, elmennek Németországban, teljesen más kultúrával talán találkoznak, és más dolgokkal kell szembesülniük, és meg kell emészteni, tudni kell, hogyan viselkedni ott, és alkalmazkodni. És nem egyszerű. És amikor indítjunk valami, bármelyik misszió, mindig keletkezik sokszor az a bizalmatlanság. Bocsánat, a bizonytalanság. Ami gyakorlatilag a sátának a eszköze sokszor, hogy vajon azt, amit kaptunk elhívás, Istentől van-e, és nekünk szánt-e ez, és jön egy kísértés, akár is, amikor le kell győznünk az a kísértés is, nagyon bátran Isten mellett állni, könyörögni, hogy erőt adjon, hogy tudunk menni. Mert nem egyszerűen, hogy csak, hogy igen, kaptunk egy küldetést, és utána csinálunk, és akkor könnyen, flottul fog minden menni. Nagyon-nagyon komoly akadályban lehet ütközni, nehézségekben lehet ütközni. Adtam azt a címet, hogy misszió felülről, felül és alulnézetből, mint a cím. Én úgy gondolom, hogy ez egy kis elméletet szeretnénk veletek megosztani, amit a ahogy a bevezetésben is érzékeltettem, hogy amikor indítjuk egy missziót, akkor nagyon-nagyon kéne sokszor megállni és a körül vizsgálni. És egy misszió indítása sok szempontból lehet indítani. Sok szempontból lehet indulni egy misszió útra. A motiváció sem mindegy. A misszióinknak a célja sem mindegy. Mondom végig, hogy nem mindegy, hogy ki kezdeményezi egy missziót. Valamikor felülről indul a misszió, ami azt jelenti akár egyház szinten. Vegyünk csak példa, hogy itt vagyunk adventistaként, a generál konferencia kitalál valamit, ott, hogy x ezer vagy millió nagy küzdelmet kell szétosztani. Ez a felülről indult valami, Ted Wilson kitalálta, mi is átveszünk, ez nagyon jó ötlet, ez felülről indul. De van olyan dolog is, amit alulról indul. Itt egy testvér, nem tudom én, legyen a kis Estila, kitalált magához, hogy na, megyünk szétosztjuk ezeket a virágokat a szegény világi embereknek, és hát milyen jó örömet fogunk okozni neki. Ez egy kitalált és alulról jövő valami kezdeményezés, de minden kettő, ez egy misszió. Csak amikor felülről indul, amikor alulról is indul, nem mindegy, hogy mi lesz az eredménye. Minden kettő eredmény pozitív legyen is, lehetne is, és minden kettő eredmény is akár negatív is lehetne. De a két nézőpont is a fontos, és a megközelítés is pontos. Például, amikor a Krisztus elküldte a tanítványokat széles világra, hogy bizonságot tegyenek, hát nyilván lehetett látni, hogy a két nézőpont ütközött sokszor. Volt olyan például a nézőpont, amit az Pál apostol kiviselte. Ő kicsit mondhatom, a zsidó hagyományokhoz képest teljesen liberális gondolkodást kiviselte megtérése után. Tehát ő, aki befogadta a külsőseket, ő, aki mérte menni a pogányokhoz, aki közösséget vállalt velük, és ezen keresztül evangelizálta őket. De miközben bizonyos apostolok, vagy tanítványok, a zsidók vezetők inkább merevettek, inkább Jeruzsálemben, inkább azt mondták, hogy ha szeretnél keresztény lenni, akkor légy szíves, gyere hozzám, hallgass, gyere Jeruzsálemben, fogadd el a zsidó vallását, sőt, körülmetélj magadat, és utána pedig én elfogadlak téged, és utána pedig lehet talán a keresztény lenni is beszélni. A zsidónak a hagyományai, bizonyos hagyományait meg kell őrizni. Amikor Pál apostol boldogan visszatér Jeruzsálemben, meséli a zsinátban, hogy
pogányok fogadtak az Istent, a Krisztust, és megtérték, akkor az a kérdés felmerült, hogy igen, és a kerülmeteltek magukat, és a bárványimádás húsokatról is lemondták, és ugye a mai nyelvünkön, tehát a gyakorlatilag így lehet fordítani, és hogy akkor, mikor megyünk kifelé, akkor igen, megtértek, hányan tértek meg? Igen, szombatot is fogadtak, és már nem is esznek húst, tehát a vegetáriánok. Itt egyszer voltam Etiópiában, egy-két jó adventista testvérünkkel, akkor mindig, amikor találkozott valakivel, és akkor az volt a három kérdés, már olyan viccesen kezdtünk is utánozni, hogy mivel angol volt, Amerikából jött, és nagyon jó igazi adventista volt, akkor ha hallotta valaki keresztény, akkor örült neki. A második kérdés az volt, és adventista vagy? Nem adventista, de ismered a szombatot? Akkor ha az illető nem ismeri, akkor elmondja neki az maga igéit, és a következő, hogy mint ami esetleg vegetáriánus vagy-e. Tehát ezek voltak a kérdések, amelyek neki ez a belépő volt mindig. Tényleg, hogy bárkivel találkozunk, nagyon örült neki, tudjátok, Afrikában nem neki keresztény, például Etiópiában nagyon rengeteg vallás, azok vallások kavalkáda. Tehát ott vannak a ortodox keresztények, ott vannak kopt keresztények, ott van az iszlám, és ott vannak a zsidók. Tudjátok, Etiópiában élnek a zsidók, a keresztény zsidók, akik feketék, és ők zsidóknak mondják magukat, és ott van a helyi bárvány vallások, rengetegek. És mindezek egy helyen élnek, és amely mindig jó volt, amikor találkozunk valakivel, azt mondja, ő keresztény, és aki Krisztus, tehát nem hogy zsidó, nem, sőt, van az a, hallottatok a Rastafara, vagy a Faréról, tehát azok a rásztások, az egy vallás Etiópiában, egy kiviselik. És nagyon-nagyon érdekes volt, ahogy mindig gondolkodott, ez a nézőpont és megközelítés, hogyan közelítette. A gondolkodásmód a misszióról is fontos. Vannak kulturális dimenziók, amelyek sokszor, ha az ember nem jár a világon, akkor természetesen ezekkel nem fog találkozni, tehát ő azon a dimenzióban gondolkodik, ami bennőtt, abban a kultúrában gondolkodik, ami bennőtt, és talán nagyon idegen, ha valami más kultúrában megy, és találkozik azok az emberekkel, aki ugyanaz a Istent kiviselik, mint csak másképpen, és akkor ebben is a szokott lenni probléma. Tehát amiről beszéltem is, hogy ez a kulturális dimenzió, például európai és afrikai kultúrák is sokszor, az európai és afrikai kereszténység is nagyon sok mindenben eltérnek. Tehát ha megyünk oda missziózni, vagy valami munkát végezni, akkor nagyon fontos ezeket a kritériumokat, az elemeket figyelembe venni. Két háttérről is szeretnénk beszélni, a felülről kezdeményezés és a alulról kezdeményezés. Van például egy példa, hogy amikor egy gazdag ember indít egy missziót, ugye, sokszor követeli, sokszor nagyon komoly elvárásai vannak a legtöbben, sokszor a pénz is sokat beszél benne. Ez is egy másik háttérből. Van, amikor olyan misszió indul, amikor semmiből, az ember csak a lelkesedése van. Az embernek a motivációja van, az ember üldözi belülről van az a tűz, ami Istentől kapott, és akar indulni. Ez is egy háttér. Nem azért, hogy akkor most neki eleve van valami budgete, vagy nem tudom én, költségvetés, amiből akar indulni, és akkor szépen előre tervezett minden lépés, hogy akkor mennyi fog bekerülni, és akkor induljon. Pál apostolok nem így indultak a misszióra. Krisztus, amikor a misszióra indult, vissza fogunk térni, tehát Krisztus az, aki felülről is indított a missziót, és alulról is indított a missziót. Gazdagként indított a missziót, de mégis szegényként indított a missziót. Ott a mennyben úrként, de amikor jött a földre, szolgaként. Felülről és alulról. És nagyon óriás eredményeket ért.
nem mindegy, hogy miből indítunk egy missziót. És az ember hajlamosak egy szemszögéből gondolkodni, csak felülről tervezni, és tervezni a missziót, és az ember hajlandó csak, hogy visszafelé, vagy csak a saját szempontjaiból gondolkodni a misszióról. Hogyan voltak tapasztalhatóak ezek a szempontok az alapítvány életében, a misszió munkánk, akár a saját életem során? Ahogy mondtam én is, ezek a dolgokkal szembesültem, vagyis szembesülünk sokszor, amikor akár embereket visszak Afrikában, legyen keresztény, legyen nem keresztény, hát mindig ezek a problémákkal szembesülünk. Ha valaki gazdag, akkor ő azt hiszi, hogy mindent bele kell szólni, mindent kell tennie. Figyeljünk meg, amikor valaki gazdag a gyülekezetben, nagyon gazdag, és akkor sokszor nagyon szeretik irányítani, beleszólni minden, ahol, amihez ért, és amihez nem ért is. És körülbelül sokszor, amikor viszek valaki, akár Afrikában a segélyezen, és ha nála van pénz, akkor nekem az probléma van, hogy mindig akkor tényleg, hogy próbálni kell egyeztetni vele, hogy akkor nem így működik, én jobban értek azt a világot, nem úgy kell csinálni. És valamikor az ember felsőbbrendű érzésekkel vagy komplexussal érkezik egy adott misszió területen. Ezzel is sokszor is tönkreteszünk a munkánkat. Mondom végig, Krisztus nem úgy érkezett, mint egy nagy úr. Krisztus hol született? Krisztus egy naszonyban született, egy olyan helyen, ahol egy király nem lehet születni. A világteremtője megalázta magát, hogy olyan helyen szülessen, ahol tényleg a legmegalázottságnak is lehet ívni. És a szépen inkognito módon, hogy senki nem vette annyira észre, hogy akkor valami született, és majd csak megvárta maga idén, hogy megjelenjen, és nyilvánosan. Van egy kép, amit nagyon illusztrál sok minden. Ha jól lehet látni, ez a kép azt mutatja, hogy sokszor hogy képzelünk mi a missziót. A misszió sokszor lehet egy nagy oroszlánként látszik. Hát nagy elképzelésünk van, nagy felángolás. De lehet Isten előtt ez egy kis tica. Lehetett látni. Mert amikor a mi gondolataink, a mi munkánk összevesztük az Isten munkájával, akkor kis ticának néz ki. Nem tudunk akkora missziót végezni, mint ami Krisztus megtette. Nem tudunk akkora munkát végezni, mint a Krisztus áldozata. Mi sem tudunk akkor áldozatot hozni. De lehet emberek szemében nagy dicséreket kapunk. Emberek szemében azt mondják, oroszlány munkát végzel, oroszlán részét csinálod, dicséretet és vállunkat veregetik. De Isten előtt lehet, hogy ez szempor, ez semmi. Ez egy kis tisza. De ugyanakkor a következő kép, lehet emberek szeme előtt a munkánk cicának néz ki, de Istennél az pedig egy oroszlány munka. A gyülekezetben sokszor azt tűnik, hogy valaki jelentéktelen munkát végez, és sokszor az emberek, a legtöbb testvérek is ilyen kisebbségi komplexusban szenvednek. Ő semmi, ő senki, ő nem tud akkora csinálni. Ő esetleg csak a konyhában segítkezik, vagy nem tudom én, hát a kenyereket vág. És a komplexusa van, kisebbség komplexusa van, de Isten előtt lehet oroszlán munka. Ugye minden öt ujjunk van, a legkisebb ujj is nagyon fontos. És a gyülekezetben Pál apostol sokat beszél erről, hogy Istennek a gyülekezetében mindenkinek van szerepe. És ahol beszéltünk, hogy egységben az erő, lehet a legkisebb ember pont az a szögletkő, ami hiányzik. Lehet a legkisebb munka a gyülekezetben pont ami plusz dolgokat hoz. Tehát ha mindenki találna azt a feladatot, ami Isten rábízott, akkor olyan egységesen fog működni a gyülekezet.
olyan egységesen fog működni Istenek egyháza, olyan lendületesen fog menni az egész misszió, hogy eredményeket fogunk kérni, mégpedig hamar. Mi történik általában? Általában az történik, hogy valaki túlzottan azt hiszi, hogy ő oroszlán dolgokat tud végezni, holott pedig egy cica. Az itt nem megy előre, mert nincs a benne az a halázatosság, vagy valaki mindig azt gondolja, ő cicel munkát végez. Az Isten nem tud hatalmazni őt osztálok akár nagy dolgokra, és de mindenki vállalna maga dolgát, és az, hogy egyenlőek vagyunk, és egyenlő értékkel rendelkezik a bármilyen munkánk Isten a szem előtt, akkor óriási eredményeket lehet elérni a misszió munkánkban. A munkánk, a misszió munkánk megfogalmazásakor, mielőtt elindulunk, megtennénk, sokszor nem ugyanaz bizonyosul, mint amikor benne vagyunk. Sokszor túl értékeljük valamit, vagy alul értékeljük valamit, munkát. Sokszor az itt nem indulunk, mert félünk. Azt hittünk, hogy ez egy oroszláni munka. Mi nem fogunk tudni elvégezni. Sokszor az itt nem indulunk, vagy indulunk neki nagy lendülettel, de meg is kiderül, hogy nem kellett akkora nagy lendülettel indulni. És amikor az ember tervez valamit, hát ez egy csak terv. Gyakorlatban kiderül, hogy igen, mekkora volt az a munka, mekkora valójában az, ami terveztél, így van. És sokszor nem gondoltunk, hogy amit terveztünk, mivel kell kinőni. Gondoljatok végig Krisztus, hogy eljött a földre, elkezdett prédikálni, 5000 ember eljött, mert hallottak, hogy kenyeret szaporít. Egyszer csak azt mondta neki, figyeljetek, hogy emberek, most nem csak a kenyeret kell állni, hanem az én testemet, vélemet. Abban a pillanatban mindenki hátra fordult, 12 maradt. Krisztus 12 emberre indult. Most hány keresztény ember van a világban? Krisztus nem, tehát ő jobban tudta, hogy ez kiterjedni fog, de Krisztus cica munkát indított, amiből oroszlán lett belőle, amiből nagy, óriási, világ legnagyobb vallása a kereszténység. Természetesen le lehet leszámítani a hindú, mert a kínaiak annyian vannak, mint az oroszok. hogy persze ott könnyű, hogy, de úgy, hogy a hódítás téren igazából a keresztény az, amelyik igazán teret hódította. És még fog tovább hódítani, de az egész csak egy kis szikrából indult. Tehát az induláskorban nem mindig látunk, hogy Isten milyen áldásokat fog ellátni bennünket. A másik dolog, hogy valamikor valaki alulról indítja egy missziót, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő tapasztalatból indítja valamit. Nekem nagyon érdekes volt, hogy számomra sokkal előnyösebben indítottam például az Afrikai Alapítvány, mert tényleg, hogy abból indítottam, hogy szegény voltam, és itt ismertem a szegénységet, az éhséget, a problémákat. Hát azt mondom, hát persze, erről könnyen tudok beszélni az emberek, meg egy tapasztalatból. Ugye mindig más, amikor tapasztalatból beszélünk, mint amikor könyvből, akár híradóból, meg a internetről szerett információ alapján. Akkor ilyenkor statisztikát mondunk, ilyenkor a számok számítanak, de amikor tapasztalatból beszél az emberek, sokszor nem a számok, nem a statisztikák. Amikor felülről indítjunk, szoktam látni például nagy szervezetek, UNICEF, meg nem tudom én, az ENSZ, meg azok a nagy mamut szervezetek, általában ők rámennek a statisztikákra. Vagy el tudják mondani, hogy hány ezer ember, hány millió ember kapott, de sokszor
Az igazi missziómunka nem számokban mérhető. Az igazi missziómunka nem számokban mérhető. Az igazi missziómunka az a minőségben mérhető. Krisztus a minőségből indult. Nem pedig, hogy hányan voltak, 5000 voltak, és megmaradtak 12-en. De 12-en, még abból is meg 11-en maradtak, de az minőség volt. És a minőség az, ami biztosítja a fenntarthatóságot, biztosítja a hosszú távú működés és a fejlődés is. Nagy lufiból lehet indulni, de utána a lufiból akkor lehet, hogy semmi nem marad belőle, elég egy kis szúrás, és utána már ennyi. És azért minnel a minőségre törekszünk, akkor annál jobban fogunk nem úszni a mennyiségekre, hanem a minőségekre. És sokszor a tapasztalatainkból tudunk is indulni. Felülről indítani valamit és alulról indítani valamit, akkor következik két motiváció. Igen, mindenkinek másképpen is lehet értelmezni ezt a motiváció, de én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik alulról indítanak dolgokat, sokszor erős motivációval rendelkeznek. És a elszántság van bennük. Nagyon-nagyon lelkesedés, nagy lendület elindulnak. A mai világban, a mai főleg a gazdasági válságban, amikor kitaláltok, nem tudom mennyire voltatok a tapasztalatotok, amikor kitaláltatok valami jó roppant, jó ötlet, és akkor a gyülekezetben akartok indítani. Tudjátok, mi szokott lenni? Az ember elsősorban megkérdezi, hogy figyelj, de van erre pénzed? Hogyan akarsz finanszírozni? A fordulsz a gyülekezethez, azt mondták, nem, nincs pénz. Elfordulsz a közösséghez, azt mondta, válság van. Ezek a válaszok kapunk sokszor. De mert jó ötlet. Ha nincs lelkesedés, nincs erős motiváció, de azt mondod, akkor nincs pénz, és akkor kész, kialszik a tűz belőled. De ha van motivációd, akkor elindulsz. És ami alulról indul valami, sokszor nagyon innovatív dolgokat, Isten szereti is az innovatív dolgokat is, tehát nem csak valami sablonok. Az Istennek a egyháza, az Istennek a missziója, a mai világban szükségünk van az innovációra. Tehát egy újszerűség. Ha mindig a régi módszereket használunk, sokszor nem biztos, hogy el tudunk elérni a mai embereket, mert a mai emberek más nyelveken beszélnek. A mai embereket az interneten találod őket, a Facebookon. Ha te nem vagy ott, akkor nem fognak ti ismerni téged. Mert minden fiatal legalább 2-3 órát tölti a Facebook. Tehát a gyülekezetben nem jönnek, ifjúsági programban nem jönnek, de ott tudunk nagyon-nagyon dumálni a Facebookon keresztül. Oda kell menni. Találkozni, találni kell olyan dolgokat, amiket őket vonz. Olyan dolgokat, amiket számukra érdekes. Kedves gyülekezet, tudjátok, hogy a fiatalok miért elmennek a gyülekezetből. Egyszerűen, mert nem érdekes. Nem érdekes. A fiatalság, például a fiatalok szükségük van az élményre. Szükségük van újdonságra, mert abban a korban vannak, amikor akarnak felfedezni. Ha mi gyülekezeteink nem tudunk felfedeztetni velük az evangéliumnak a édességet, fontosságát, újdonságát, innovációt, mert az evangéliumban ott van olyan innováció, ami kimeríthetetlen, akkor a fiatalaink el fognak menni. Nemrégen voltam az egyik táborban, nem mi szerveztünk, Krisztus gyülekezetét, vagy nem tudom én, a keresztényi gyülekezetét, bocsánat, nem ismerem a neve, nem érdekelt, csak egyszerűen véletlenül találkoztunk vele, vagy valaki, egy előadás során, és azt megkérte tőlem, hogy nem akarsz-e jönni, beszélni Afrikáról, afrikai misszióról, a mi keresztény táborunkban. Beszélni kellett Livingstonról. Hát mondtam, hogy jó, örömmel megyek. És a tábor arról szólt, hogy Livingston nyomában, Livingston életéről.
Livingstone ez egy nagyon nagy kutató. Orvos is volt, és misszionárius is volt, aki Afrikába ment. Nagy felfedező volt. És arról táborról, arról szeltek az ifjúsági tábor, hogy fiataloknak gyakorlatilag megmutatjuk, hogy a régi misszionárusok hogyan missziózták, milyen nehézségek voltak, hogy indultak, milyen problémák voltak, pontosan amit írtak is ott Németországban, hogy ellenvált korszakban, hogy volt. Gondoltunk, hogy Pál apostol mennyit gyalogolt ahhoz, hogy jussonnak, nem tudom én, Bereába, vagy Athénbe, és utána vagy Rómába. El tudunk képzelni, hogy hány kilométer gyalogokat megtette? Most pedig lenyomtam a reggel, akkor indultam, és voltam egy óra alatt, hogy elmondjam a mondanomat. De Pál apostol nem ezt tette. Pál apostol éjszakakon keresztül úton, veszélyben, és így mentek az emberek. De a mai fiatalok meg nem tudják, mert ezt megérteni. De megjelenteni valamilyen formában, élményszerűen lehet akkor közelebbre hozni. A Livingston táborban azt csinálták, hogy egy nomád körülményben mentek, Afrikába mentek volna 200 évvel azelőtt. Semmi nem volt. Elkezdtek fiatalokkal felépíteni dolgokat. Nem volt WC, nem volt semmi. Mindent csináltak, mint Afrikában lehetek. Kunyhokat csináltak. És akkor én játszottam, ott voltam a törzsfőnök, aki nehézsége, aki nehézítette a Livingstonnak a dolgát, mert nem fogadtak rögtön. Akkor hogyan lehet teríteni egy hitetlen, egy bálványimádó törzsfőnököt? Hát csak a szeretet szolgált alapján, amikor a törzsfőnöknek a gyereke megbetegedett, Livingston, mivel orvos volt, oda ment és meggyógyította, onnantól kezdve megkérdezte, hogy te is Isten vagy? Azt mondja, nem vagyok Isten. Csak az az Isten, aki én imádom, adott nekem azt a bölcsességet, hogy neked a gyerekedet meggyógyíts. És a gyerekek egy héten keresztül, fiatalok átélték az egészet. Ők is nagyon-nagyon élmény volt, hogy azt az egész táborot építették. És átéltek az afrikai körülményeket, minden. És miközben ilyes üzeneteket is kaptak az idő alatt. És meséltek, és nagyon tetszett nekem az a tábor, egyszer kéne megszervezni a hasonlót, és elmondtak is nekem, hogy az előző évben olyan tábor szerveztek, ami a kivonulásról szólt, és szinte megjátszották a kivonulást. Kis Jordánt is csináltak, nem tudom én, és a páska bárányt is képzeltek el, hoztak egy kis bárányt, aki egy héten keresztül ott volt a táborban, és a tábor végén levágtak. Gyerekek sírtak, fiatalok sírtak, átírtak, mint jelent a Krisztusnak a bárány áldozatát. Ez óriás volt. Mondták, hogy a fiatalok olyan tanúbizonságot tettek, hogy megértették annak a lényege. Tehát így lehet is indítani a misszió, és így lehet megszólítani a fiatalokat is. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok is, hogy a mai világban a misszió nem az, hogy lelkesetben is sok hiányzik, hanem sokszor az ötletek hiányoznak. Ahhoz elérjük az embereket, ahhoz, hogy sikereset legyen. Azért érdemes felülről vizsgálni és alulról vizsgálni minden misszió lépéseinket. Megnézzük a Jézus példáját, aki felülről és alulnézetből megvalósította a misszióját. Földrajzi dimenzióból indulunk, hogy egyszer van egy királyunk, aki a mennyben van, a Teremtő. Krisztus mit csinált 4000 évvel keresztül, teremtéstől kezdve Krisztus földi levetőjéig? Felülről küldötte az üzeneteket. Felülről küldte az áldását. Felülről mutatta szeretetét az emberek iránt. A kegyelmét megújult napra napra, de ott nem volt a földön az emberekkel. Távolról küldte az üzenetet. A szolgákon keresztül, profétákon keresztül, királyokon keresztül. Eredményes volt. Többi kevésbé. Tudjátok, mit mondtak az emberek?
délután erről fog beszélni. Afrikai emberek azt mondja, igen, tudjuk, hogy Isten van, egyetlen egy Isten van. Afrikai emberek nem több istenimádók. Bárványimádok, nem több istenimádok. Minden afrikai ember egyetlen egy istene van. De azt mondják, hogy tudják, hogy van egy élő Isten, aki bennünket teremtett, sőt, azt úgy mondják, hogy sárból. Nem olvastak a Bibliából, sárból. De azt mondják, hogy az az Isten olyan messze van tőlünk, hogy nem tud annyira minden apróság bajunkkal foglalkozni. Ez a sátánnak a tudománya. Hogy igen, létezik, de azért bizony-bizony nem haltok meg, bizony-bizony nem tud veletek foglalkozni annyira. És azért szükséged van egy bárványimádáshoz. És ugye ezt mondták Mózesnek, és ez a Mózes elment a hegyre. Úgy ki tudja, mikor jön vissza. Nem volt hatékony az a módszer, hogy Isten mindig küldte üzeneteket. Én megtettem, amikor indítottam az alapítvány éveken keresztül, én is ilyen virtuálisan küldtem az üzenetek az afrikaiaknak. Ezt csináld meg! Ezt az Excel táblázatot töltsetek fel, mert arra szükség lesz az a támogatónak. Figyeljetek, úgy kell csinálni a diák és árva támogató programokat. Minden hónapban szeretnénk ilyen a raportot kérni. Sőt, legyetek jók is, ne késjetek! Ez az ember azt mondja, az afrikaiakat, ki tudja, ez az a főnök ott ül Európában, jólétben, és bennünket küldözget is, várja, hogy azonnal küldjük az üzeneteket. Hát nem tudom, annyira Estila mesél nektek, te a lányod, hogy ott minden lassan megy. Tehát nem az a tempót lehet várni. És ugyanaz is az emberek valahogy azt mondta, Isten messze van, Isten nem tudja, milyen problémánk van. Isten azt mondja mindig a profétákon keresztül, hogy térjük meg. Hát, de én küzdöm a bűneimmel. Tudja, mit jelent küzdeni a bűnökkel? Nem egyszerű. Nem volt annyira hiteles az az üzenet Isten 4000 éven keresztül. Istenek arra szüksége volt, hogy ne csak felülről hasson az emberekre, hanem alulról is hasson az emberekre. Az itt volt szükség, hogy eljön a földre Istenként, és utána emberként, mondja le az nagy szolgát, a királyságát, a jó létet, és vállaljon közösséget az emberekkel. Tapasztalja saját bőrén, mit jelent küzdeni a bűn ellen. Mit jelent küzdeni a kísértés ellen. Mit jelent éhezni. Mit jelent szomjazni, akár 40 napon keresztül. És akkor utána Jézus azt mondja, figyelj gyerekek, messziről, távolról szóltam nektek, de én itt veletek példát mutattam, veled együtt, megmondom hogyan, és nézd meg, sikerült nekem. Neked is fog sikerülni. Ennél nagyobb bizonyíték nincs. Ennél nagyobb hatás nincs. Ne csak maradjunk a Facebookon. Ne csak maradjunk, hogy küldünk a leveleket, hanem megyünk az utcára, hogy ma is terveztek. Megyünk, szembesüljük az emberekkel. Adjuk neki puszit, akár adjuk neki az a kis virágot. És mondjuk neki valamit. Mert akkor lenne igazi, kezefogható üzenet. És tapasztaltunk, ha ember közelében volt. Krisztus ott ült a pogányokkal, a paraznokkal, a vámszerűkkel, de ugyanakkor azokkal is, akik szentnek tartottak magukat, a farizeusokkal, azokkal is ült velük. És így próbálta hatni, és így alulról is elindította azt a nagy missziót, ami a mai a világban annak köszönhető, hogy itt vagyunk közösen. Különböző nációból, különböző országból, de meg is egy egységet alkotunk. És megvalósult, amikor a Máté 28. fejezetének a 19. és 20. versét olvasom, amikor azt mondja, elmenvén. Nem is gondoltam, mit jelent elmenvén. Nem lehet egy helyen missziózni? Nem lehet, mint amin nem elég a számítógépem előtt, akkor missziózni, nem? Ahogy mondtam, akkor Facebookon, akkor minden üzenetet. Azt mondja, elmenvén. Hát az óriás kifejezés, mert a misszióban, ha hiányzik a mobilitás, ha hiányzik az a logisztikai mozdulat, azt nem biztos, hogy azokat a hatásokat tudunk elérni, és a célokat tudunk elérni. Tehát a zsidók, amikor már elkényelmeskedtek, azt várták, hogy az emberek jöjjenek hozzájuk. Ha akart megtérni, akkor gyere!
Jeruzsálembe, templomba, de én nem megyek hozzád. De azt mondta, elmenvén, induljátok, induljunk. És nem határozta meg a területet, mondta, világ végezetéig, világ határáig menjünk. És azért az gyülekezeteink nem muszáj, hogy korlátozzak a missziót a belmisszióra. Lehet nyitni a külmisszióra. Lehet kicsit gondolkodni tagabb értelemben a misszió, mert Krisztus azt mondja, menjetek a világ végezeteig. És ezt mindenkinek adta. Ezt nem kell várni, hogy ja igen, hát ha a közösség vezetősége, a tanácsadó bizottság meghatározza, hogy indítjuk valamit, akkor indulunk, addig mi nem indulunk. Nem lehet is indítani dolgokat alulról. És egy példát mondanék, a magyar példát. Nagyon szeretem azt a példát. A közösségünk a különböző időszakban tapasztalható, hogy mindig vannak hullamok, reformhullamok. Egyszer a vegetáriánus reformhullamok. És ezen belül is különbözők vannak. Most egyszer akkor legünk vegetáriánus, akkor már rányújt. Egyesügyi hullam, illetmód reform, és akkor abban akkor meg tejet nem fogunk enni. Én mikor jöttem akkor iskolában, akkor még mindent tettünk, majonézet lehet kapni. A Sola Scripturán egyszer csak már megszüntettek a majonézt. Tehát mondom, én nagyon szeretem a majonézt, akkor hát fájt. Akkor jött az új hullám, a reform hullám, megint a tejet megszüntették. Hát nem igaz. És akkor egyre jobban. Na, szóval ilyen hullámok vannak, és ezek a hullámok tényleg nagyon jó dolgok, és innovatív. És akkor elindult ez egy nagyon előadás sorozatok, mindenhol, egészségügyi előadások, minden, és mind a mai napig mennek. De beszéltem egy gazdag emberrel, aki azt mondja nekem, Franz, hogy írtok, hogy az egészségügyi üzenetünk olyan monoton. Mondta, miért monoton? És volt egy fiatal ember, a közösségünkben egyszerű, mindenki tudja, tudtok tudni, nem mondom a nevét, aki elment Amerikába, úgyhogy nem jól néztek, Amerikába ment, és ő tanult az életmódot. Visszajött. Hát nem volt a közösségnek pénz, hogy egy egészségügyi házat létrehozzon. De nem akart ő indulni azzal, hogy akkor, hogy ő is előadásokat tartson, ő is mondogasson, hogy figyelj, 8 alapelvet, meg mit tudom én. Azt mondja, kicsit bódítunk meg a dolgokat, innovációt vigyünk benne. Az, hogy gyógyítunk most konkrétan. Mert eddig meg nem volt. És akkor mondja nekem az a gazdag ember, azt mondja, azért támogatta azt a munkát, mert azt látta, hogy benne volt az innovációt. De eddig az a gazdag ember, oda mente volna valaki, hogy figyelj, támogatja, hogy előadásokat tehetünk, nem biztos adta volna pénzt. Biztos azt mondta, hogy nincs pénz, de egy új gondolat, újszerűség dolog, akkor el tud indítani olyan embereket is, nek a szívét, akikről nem gondoltunk. Nem biztos a gazdag emberek, meg a kisebb testvérek is, meg a két filler hőzvegyek is tudnak a két fillerükre odaadni, ha valami látnak, hogy ez egy újdonság, és ez nagyon-nagyon hatékony tud lenni. Tehát eddig az egészségügyről beszéltünk, de nem gyógyítottunk. Kellett gyógyítás. Elmenvén, tehát menni kell, mozdulni kell, és a Krisztus is nem csak a mennyből maradt, és elmozdult, földre jött, és ugye János apostol, aki gyakorlatilag szívta magával, mint a szivacs a vízet, a Krisztusnak a tanításai azt mondja, akit egyszer láttunk, akit ról hallottunk, elsősorban hallottak, utána láttunk, szemléltünk, a szemünkkel láttunk, megfogdostunk, együtt ültünk vele, és az az ember, aki köztünk élt, Isten az ige testé lett, és lakozott köztünk, és látunk az Atyának dicsőségét. És olyan tapasztalat, azt mondja, csak arról tudunk beszélni, tudunk átadni nektek, és olyan hiteles módon, mert mi szemléltünk. És emberek, szükség van a kontaktusra, szükségünk van, hogy menjünk és tegyünk. Ezekről nagyjából beszéltem. És talán a befejezősül egy-két gondolatot csak hagyd mondjam.
amiért érdekes gondolatébredőként. Amikor elindítottam a munkánk az alapítványban, nem az volt a cél, csak hogy akkor adunk élelmiszer az afrikaiaknak, adunk nekik ruhát, vagy a szükségletüket adunk. Nem az volt is az a cél, hogy az Isten üzenetet jutassunk hozzájuk. De valamikor, ha valaki nagyon-nagyon fekete-fehéren szeretne evangelizálni, akkor a szeretet szolgálat nem mindig nyerő dolog. Sokszor emberek kérdeztek tőlem, hogy figyelj, ezzel a munkával miért támogatunk gyülekezet szempontjából, akár közösség szempontjából, hány embert élnek meg ebből? Itt is jön a statisztika. Az egyháznak fontos. Hány embert élnek meg? De mondtam, hogy nem elsősorban az emberek élnek meg, hanem a hosszú távú cél kell nézni. És gondoljatok végig, hogy a Krisztus, amikor ezt mondtam, bocsánat az ismétlés ide, amikor Krisztus 5000 embernek prédikált, hány embert éltek meg? Még nem tértek meg, 12-en. Csak követek, de nem megtért. 12-en. 5000 volt 12-en. Nem vagyok matematikus, aki matematikus, hogy tudna, mert ez hány százaléka, de látszott, hogy nem arról szól, hogy tömegekről. De az Krisztusnak a munkája, miért volt az értelme, hogy kenyeret szaporítson? Miért volt értelme, hogy szaporítson a kenyeret? Hát a kellett, hogy először van, hanem szaporítson esetleg a testét, a vérét. Nem azt szaporított, hanem a kenyeret. Krisztusnak a kenyerszaporítás az egy eszköz, nem cél volt. Sok misszió, munka, ötlet lehet csak eszköz. Virág, amikor viszünk, ez csak eszköz, nem a cél. És ez egy marketing eszköz a mai nyelven mondani. Az evangelizációnak a szükség van a marketingre, mert nem tudunk eladni az Istennek igéjét. Ha nincs market, jó a marketing, nem tudunk az Istennek a igéjét. Krisztusnak ma kellett marketing, szükség volt a marketingre, hogy emberek felfigyeljenek rá, hogy van valaki, aki képes jót tenni. Amikor ráfigyeltek, és azt mondta a gyerekek, igen, rám figyeltetek, oké, de most figyeltek, még valamire figyeltek, hogy én nem csak ezt a kegyelet tudok adni, meg ennél jobb is, keményebb is. Ezt mondta, micsoda kemény beszéd ez. Kihallgatod meg. De abból kiszólta. Tehát sokszor ellene vagyunk a tömeg evangelizációnak. Ugye? Sokszor ellene vagyunk, ha valami nagyon szimpádias, látványos. Lehet csak ez eszköz. De számunkra fontos abból az eszközből, hogyan fordítjuk le, hogy tényleg, hogy hatásos, értelmes valami váljon belőle. Egy példát mondok, Kenyában voltam, bementem egy gyülekezetben, talán Afrikában a legnagyobb gyülekezete. Találkozhattak olyan gyülekezetben, olyan, mint egy stadion. Minden szombaton annyira összejönnek az ember, mint egy stadionban, 5000 ember. Hogyan lehet koordinálni 5000 embert? Főleg amikor friss keresztény, kerákos lettem, tudod, meg minden, akkor én rögtön elítéltem, mondtam, Úristen, ez nem szabad. És akkor bementem, azt hittem, senki nem figyel rám, pedig fekete voltam. Ugye, fekete voltam, hogy azt jelenti, elmosottam mindenmet, de figyeltek, hogy van egy fekete, aki új ember jött. Már is valaki hozzám jött. Azt mondta, ugye vendég vagy? Mondtam, igen. Neved? Onnan? Kezdtem gondolni, valami más működik itt, 5000 ember körül. És Isten tisztelet előtt felállítottak bennünket. France Mutombo, Kongóból jött, üdvözöljünk. Nem tudom én, X ember másik városból jött, üdvözöljünk, álljanak fel. És akkor köszöntek nagyon afrikaiul, tehát nagy zenével. És mondom, észrevettek. De nem volt a vége. A végén azt hittem, hogy
senki nem fog engem észrevenni, meg 5000 ember vagyunk, sőt, még továbbiakban fekete vagyok, úgyhogy elmosodok a tömeg közül. Valaki jött hozzám, hogy te már? Mondom, még nem. Magához hívott. És adott nekem ennivalót, elkezdtünk beszélni. Az ő lakásába is hívott. Már is. Az első szombat, így történt. De higgyetek el, nagyon nagy nyomorúságban voltam Kenyában, mert visszatoloncoltak engem Magyarországról Kenyába. Úgyhogy én magam alatt voltam. De tök jó volt, hogy a gyülekezetben észrevettek engem, és körülvettek, és akkor már is felszabadultam. És megkérdeztem, ti hogy csináltok, hogy ekkora nagy gyülekezetben tudjatok mindenkire figyelni? Azt mondják, hogy itt is nagy evangelizációk is vannak, de amikor valakik megtérnek, akkor mindenki rá bíznak egy valaki, aki egy tapasztaltabb ember. Gyakorlatilag diakonus, aki tovább viszi annak az embernek a lelki gondozása, hogy életkeresztény legyen. És azt mondja, ez a rendszer az, ami teszi lehetővé, hogy így nagy gyülekezetben is működjön a dolog. A mi kisebb eredményeink ezzel fog zárni. Sokan régen, amikor kérdeztek tőlem, hogy mi a legjobb sikerélmény, vagy a sikertörténetek, amit tudsz mondani az alapítványról, vagy mi az egyik nagyobb elért eredmény. Mindig régen mondtam, építettünk egy nagy iskolát, 400 gyerek járt, tudod, statisztikákra mentem én is, számokra, akkor az utóbbi időben csak megvalódott, mint Isten megszólított, mondta, hogy hihe, nem az hány szám, meg mit tudom én, meg kell nézni, hogy mekkora minőség az, amit csinálod. És akkor van egy-két ember, az egyik orvos, diák, aki árvaként tanult nálunk, több ezer gyerek volt nálunk. Az az egyetlen gyerek, aki most egyetemben jár, két év múlva fog befejezni, támogatjuk is az egyetemi tanulmányát, és mondja, hogy ő nem fog nagyobb kórházban dolgozni. Ő szegényeknek orvos akar lenni. Mondom, de miért? Azt mondja, hogy amit az alapítvány tett érte, amit én tettem érte, arra inspirálja, hogy ő másokért tegye. Akkor leesett a tantusz. Azt mondom, akkor valami történt ennek az éreknek a fejében. Valami szemléletváltás történt. De ez a gyerek több ezerből. Ha ebből csak 3-4-5 lesz, akkor sok mindent tudunk elérni. Krisztusból csak 12-ből építette az egész nagy világmozgalmát, amiben vagyunk, 12-ből. És a másik leányzó, őre nem is figyeltem. Egyszer csak visszamentem, mondják nekem, van egy leányzó, aki itt tanult, visszajött tanítani. Mondtam neki, igen, miért visszajöttél tanítani? Azt mondja, hát én a házamban jöttem vissza. Na hogy? Azt mondja, én is tanultam itt ingyen, visszajöttem. Ha nem is kapok fizetést, akkor is boldog vagyok, hogy vissza tudok adni azt, amit tanultam. Ezek olyan dolgok, amit nagyon szívmelengető, és ezek lehet elérni a misszió munkában, a misszió munkánkban. Ne csüggedjünk abban, ha nem látunk, hogy annyian nem jöttek az előadásra. Ne csüggedjünk annyian, nem látunk, hogy rögtön mindenki megtért, hanem a hosszú távú, és a szemléletváltás, egy megtérés, ez egy gondolkodásmódváltás, ez egy lassú munka. Azzal, hogy elkezdtünk igazából mi is komolyabb hangsúly fektetni a lelki dolgokra, a szemléletváltásra az iskolában, komoly bibliaórákra, és a gondolkodásmódváltásra, mert úgy gondolunk, ez a mi hosszú távú távra nagyon elérhető és fenntartható. Most nem Ellen White idézete fogom fejezni, hanem egy katolikus néninek idézete. Tereza anyjának hívják, és ő, aki gyakorlatilag híres abban, hogy nagyon szívvel lélekkel csinálta a szeretett szolgálatot, és mindig ez a mondat mindig a egyik legnagyobb üzenet számomra is idézett, hogy azt mondja, nem tudunk nagy dolgot tenni, csak kis dolgokat, de nagy szeretettel. Ugye ez szépen hangzik. Ebben a virágban legyen szeretet. Emberek fogják érezni. A misszió munkánk legyen fűszerezve szeretettel.
a elképzeléseink legyen alátámasztva szeretettel, akkor mindenki fogja érezni, és sokkal nyitottabb lesz. A világban nem csak pénzválság van, hanem szeretetválság van. Erkölcsi válság van, és az emberek szomjaznak a szeretetre. És azt érzik, hogy mi adunk neki, az lehet az a belépő. Azzal, hogy elfogadják a mi üzenetünket, elfogadják a szombatot, elfogadják a hitáltal megigazolás tanát. Harmos angyal üzenetet. Ne azzal kezdjük. Kezdjük a szeretet üzenetével. És az pedig a cselekedeteken keresztül. Isten áldja mindannyiunkat, és köszönöm, hogy figyeltek.